Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Bence Péter vagyok. A racionalizálás vezette Tolnaváros önkormányzatát ahhoz, hogy átszervezést hajtsanak végre. A döntés eredményeként közös gazdasági társaság alá vonták a városüzemeltetés és az intézményműködtetés feladatait. A jövőben ezek is a város gazdasági társaságának feladatkörébe tartoznak majd. Minden költségvetés tervezésekor előkerülnek olyan kérdések, melyek a működés gazdaságosabbá és észszerűbbé tételét célozzák. Így volt ez az idei esztendőben is, és ez vezetett a most meghozott átalakításhoz, mondta Apelszofer Ágnes, Tolnaváros polgármestere. Néhány évvel ezelőtt átszerveztük az úgynevezett városműködtetést, intézményműködtetési feladatokat. Akkor ez jó ötletnek tűnt, és akkor per pillanat egyébként jól is működött. Az élet úgy hozta, hogy akár humán erőforrás hiányában, akár gazdasági megfontolásból is most felülbíráltuk a korábbi döntésünket, és arra az elhatározásra jutottunk, illetve jutottam én, mert hogy ezt a döntést is a képviselőtestület helyett a polgármester hozta meg, ugyanúgy, mint az elmúlt hónapokban az összeset. Arra az elhatározásra jutottam, hogy egy kézbe kéne a klasszikus város működtetési, város üzemeltetési feladatokat vonni. Ez azt jelenti, hogy a korábbi Telena Kft. Önkormányzati csoport, közcélú foglalkoztatással foglalkozó embereket, azokat, akik a város foglalkoztatásában vannak, csak a közfoglalkoztatottakat irányítják, illetve azokat az embereket, akik korábban a Tolna intézmény működtető központnál dolgoztak, és részben takarítási, részben pedig intézmény működtetési feladatokat láttak el, értem ez alatt például a karbantartást. Ezeket egy kézbe kéne hozni. Az előzetes egyeztetések után született meg a döntés arról, hogy mindezek a feladatok a jövőben a város gazdasági társaságának felügyelete alá tartoznak majd. A döntés közel 30 munkavállalót érint, igaz csak szervezetileg, hiszen egzisztenciális hátránya senkinek sem származik a változásból. Tehát most a Telena Kft. Lesz a jövőben, tehát pontosan február 15-e óta az a cég a város életében, aki foglalkoztatja a közfoglalkoztatottakat, az úthidkerhető kezeli, tehát a járdák és az utak felújítását, a csapadék elvezető árkok tisztítását, a zöld felületek karbantartását, szemétszedést, illegális hulladéklerakók megszüntetését ellátja, illetve azoknak a létesítményeknek az üzemeltetését, és itt a karbantartás és a takarításra gondolok, amelyek például a városi sportcsarnok, vagy a maga városház épülete, tehát itt is most már a Telena Kft. Munkatársai dolgoznak. Ez a konyhanyelvre lefordítva tulajdonképpen azt jelenti, hogy ugyanazokkal az emberekkel látjuk el a feladatot, akik eddig is ezekben a feladatokban dolgoztak, de ezek most mind-mind a Telena Kft.-hez kerültek áthelyezésre. Én azt remélem, hogy sokkal hatékonyabban tudnak feladatot ellátni, hiszen nagyon intézményvezető úr, aki korábban intézményvezető volt, és nem titok, hogy ő lett a Telena Kft. Ügyvezető igazgatója február 15-től, értelemszerűen az intézményvezetői helye így megszűnt, és nagyon megvoltam én is elégedve a munkájával. A kollégáim is nagyon szerették, Bauer Józsefről van szó egyébként, és én azt remélem, és azt is várom igazgató úrtól, hogy ugyanolyan lelkesen és ugyanolyan ambiciózusan fogja ellátni a feladatát a Telena Kft. Vezetésében is. Ennek az átalakításnak eredményeként még ez év tavaszán megszűnik majd az intézmény működtető központ. Az itt folyó gazdasági vezetés, mely a városi intézmények irányítását látta el, beintegrálódik a polgármesteri hivatal rendszerébe. Ezekkel a lépésekkel lényegesen olcsóbb és hatékonyabb működés érhető majd el, mondta Apelszofer Ágnes. A koronavírus járvány átalakította a véradások szervezését és lebonyolítását, de nem csökkent a véradási kedv Tolna megyében, mondja Pászti Vera, a Tolna megyei vérellátó vezető főorvos. Őt igazolja a Tolnai Kulturális Központban szervezett esemény is, amire folyamatosan érkeztek a segíteni kívánó helyiek.
Már csak egy-két mozdulat és kezdetét veheti Novák Józsefné jubileumi véradása. Ez az 50. alkalom, hogy a karját nyújtja. Azt mondja, ebben jelentős szerepet játszottak korábbi tapasztalatai. Mert valamikor én is kaptam, és segíteni szeretnék másoknak. Mióta ad vért? Hát ez most pont az 50. véradásom. A Tolnai Kulturális Központba szervezett véradásra folyamatosan érkeztek a segíteni akaró helyiek. A legtöbben azt mondták, eszükbe sem jutott, hogy a koronavírus járvány miatt kihagyják ezt a lehetőséget. Minden alkalommal szoktam menni véradásra. Simon Olivér 1998-ban adott először vért, az azóta eltelt évek alatt már 48-szor ismételte ezt meg. Amikor értesítőt kapott az Országos Vérellátó Szolgálattól, ő eleget tett a kérésnek. Olivért is többek között a segíteni akarás vezérli ebben. Egyrészt egészségi állapotom szempontjából, másrészt meg, hogyha ennyivel már hozzá tudok járni három embernek az egészségéhez, akkor nekem már megéri. Pászti Vera, a Tolna megyei vérellátó vezető főorvos azt mondja, nem csökkent a véradási kedv, tavaly sem Tolna megyében, pedig a járványhelyzet jócskán kihatotta a véradások szervezésére. Hát iskolákban most nem igazán tudunk véradást tartani, ezért a középiskolás fiataloknak a vérellátóban szervezünk véradási eseményeket. Munkahelyek is csak korlátozottan tudnak minket fogadni, részben összességében a járványhelyzet miatt, másrészt a dolgozók esetleges megbetegedése és otthoni munkavégzése miatt. Művelődési házakban szerencsére fogadnak minket, hiszen a véradás egészségügyi tevékenységig végezhetjük. A járvány magát a véradás lebonyolítását is átalakította. A helyszínen egy szigorú beléptetési rend van érvényben. Az a véradó például nem léphet be oda, aki lázas beteg, az azt megelőző 2 hétben koronavírussal fertőzöttel állt kapcsolatban, vagy éppen nem hord maszkot. Maga a koronavírus azonban nem adható át vérrel, emelte ki a főorvos. A koronavírus fertőzésből történő tünetmentes gyógyulást követően 21 nappal lehet véradásra jelentkezni. Covid-tesztet nem várunk a véradásra jelentkezőktől, azonban azoknak a gyógyult betegeknél, akiknek rendelkezésre áll negatív PCR-teszt, az előbb említett 21 napos várakozási idő 14 napra csökken. Fontos tudni, hogy a véradással kapcsolatban COVID-szűrés nem történik, hiszen ez a betegség cseppfertőzéssel terjed, így vérkészítménnyel nem átvihető. Azok a szigorú járványügyi szabályok, amiket mondtam, például ez a beléptetési rend, vagy a kötelező maszkviselés a dolgozók és a véradók számára, ez a cseppfertőzéssel történő átvitelt hivatott megelőzni. Aki gyógyult betegként plazmát szeretne adni, az ennek a részleteiről az OVS honlapján tájékozódjon, mert ez a véradástól függetlenül történik, és mások az előírások és a lépései is. A tolnai véradáson általában 70-en szoktak megjelenni. A délelőtti adatok arra mutattak, hogy ezt a célt a mostani eseményen is elérték a szervezők. Pászti Vera mégis azt mondja, minden eszközt megragadnak annak érdekében, hogy minél többen adjanak vért a továbbiakban is. Nagyon fontos feladatunk, hogy méltó módon megköszönjük véradóinknak önzetlen segítségét. Vérellátónkban szponzorainknak köszönhetően minden véradó kap egy kis ajándékot, és aki kerek véradásai 10-es, 20-as, 30-as véradásra érkezik, őt még egy plusz ajándékkal lepjük meg. Ez is egész évben lesznek országos vagy helyi véradó kampányok, amelyek egy-egy esemény vagy téma köré szervezik a véradást, ilyen volt például a Valentin nap, vagy lesz a nőnap, húsvét. A retro véradás, ami már évek óta a szeptember első hétfőjén van, mindig az nagy népszerűségnek örvend véradóink körében, és itt hamisítatlan retro hangulattal és ajándékcsomaggal várjuk visszatérő és új véradóinkat. Egyes intézményekkel is szoros a kapcsolatunk, például a kormányhivatalok is sokat segítenek, hogy véradóink száma növekedjen, illetve a fiatalok megnyerésére, akiket most az oktatási intézményeken keresztül nem tudunk elérni, jelen vagyunk a közösségi médiában, az OVS-nek van Facebook profilja, YouTube csatornája és az Instagramon is jelen vagyunk. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan tisztában vannak a véradás fontosságával, sokan azonban egyáltalán nem úgy gondolnak a véradásra, mint a segítségnyújtás vagy a társadalmi felelősségvállalás egy lehetséges formájára. Gyakran csak akkor ismerik fel a vérpótolhatatlanságát, ha közvetlen környezetben van valakinek szüksége vérkészítménye. Ilyenkor gondolkodnak el rajta először, hogy hát véradók nélkül, véradás nélkül a rokon vagy ismerős gyógyulása nem lett volna lehetséges, és sokan ennek hatására válnak véradóvá. Nagyon jó lenne, ha többen jelentkeznének véradásra ilyen személyes élmény nélkül is, úgyhogy igen, azt gondolom, a társadalmi szolidaritás erősítése fontos feladat. Az elkövetkező egy hétben egy szekszárdi vállalatnál, Ücsényben és a szekszárdi területi vérellátónál szerveznek több alkalommal véradást.
Most a rövid reklám következik, majd Veszeli Gáborral, Tolnai író, újságíróval beszélgetünk, aki bemutatja új könyvét. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turboautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telen a magazint. Feljegyzések szökőévben címmel jelent meg Veszeli Gábor író egyszíni füzetek könyvsorozatának 23. része. Az alkotás a 2020-as évet foglalja össze napról napra. Veszeli Gábor, író, újságíró, végzettsége szerint földmérőmérnök. 12 évesen írta meg első versét, de már egész kiskorában is születtek költemények. Az írást akkor kezdtem, amikor még nem tudtam írni. 5 éves koromban már versikék születtek, amiket anyám írt le. Aztán komolyan, vagy konkrétan írni 12 éves koromban kezdtem. Én Pedagógus napra című verssel nyitottam. Azt egy ismerősöm kezdte füzetekbe gyűjteni, és attól fogva folyamatosan írok, de prózában azért erősebb vagyok, mint versben. Eredetileg mérnök vagyok, földmérőmérnök vagyok, 10 évig mérnökként dolgoztam, főleg a Hortobágyon. Ott azért megtapasztaltam a hideget meg a meleget, volt, amikor mínusz 10 fokba három gatyába mértem, és úgy is fáztam, meg pufajkába. És közel kerültem a falusi, sőt a tanyasi emberekhez, tehát ez is egyfajta életismeretet jelentett. Az újságírás szintén, mert nagyon szeretem az egyszerű embereket, sokszor sokkal több bölcsesség van bennük, mint egy egyetemi tanárban. A legsikeresebb vagy legemlékezetesebb interjúimat ilyenekkel készítettem. Szekszádi Vécés nénivel, Hajléktalannal, aki valamikor feketeöves karatés volt, és 23 gyereke van szanaszét az országban, mert ide ment, oda ment, amoda ment, és ott is találkozott egy nővel, meg amott is. Sok ilyen érdekes interjút csináltam, körülbelül 4000-et múltkor nagyjából összeszámoltam. Kétségkívül Veszeli Gábor már számos érdekes interjút készített eddigi munkássága során, azonban az újságírás mellett nagy hangsúlyt fektet a vers, illetve könyvírásra is. Többek között Egyszínű füzetek című könyvsorozatát már évek óta jelenteti meg. Az idei évben sorozatának 23. példánya készült el Feljegyzések szökőévben címmel. A könyv a nem éppen egyszerű 2020-as évet napról napra foglalja össze, korjellemző mű, melyben vers részletekkel, rövid feljegyzésekkel, újságcikkekkel találkozhat az olvasó. Az ikletet ez sok minden adja, mert az ember már 30 éve újságíró, íróként dolgozik, ez már 23. könyvem. Voltak köztük versek, prózák, válogatott újságcikkek, naplók, ez is egyféle napló a tavalyi évről szól, a 2020-as nem éppen könnyű évről, de nem csak naplószerű feljegyzések vannak benne, hanem verstöredékek, prózamorzsák, az emberek szeretik a rövid dolgokat, és én úgy írok, ahogy nekik tetszik. Viccslapokba is írtam annak idején. Humorfesztiválokon is indultam, szóval szeretem szórakoztatni az embereket. Tulajdonképpen ez egyfajta válogatás, utáni válogatás. Tehát a prózai munkáimat a Rozsda színű álomvilág című könyvembe adtam közre 2-3 évvel ezelőtt. A verseim legjavát pedig a Megszületett a buborék című könyvbe, és ami ezután maradt, a legapróbb kis írások, amiket azért nem akartam veszendőbe hagyni, ezek kerültek most a Feljegyzések szökőjében című könyvbe, úgy, hogy amellett azért az adott évről is szóltam, magánéleti, közéleti dolgokról, újságírásról is, mivel azt a mesterséget űzöm elég sok lapnál. Az egész napi feljegyzésekből áll, amiből kiválasztani nem lehet, viszont bárhol bele lehet olvasni, mert nem olyan, mint egy regény, hogy időben vagy térben egymásra épülnek a dolgok,
tehát hol egy kis vidámabb szösszenet, hol egy szomorkásabb rész következik, mert az ember élet ilyen, tehát ez magát az ember életet örökíti meg. Mindenkinek van azért elég széles olvasótáborom, sokfelé jártam, sokfelé értem, Tolna megye a 6. megye, ahol élek. Külföldi magyarok is szeretik az írásaimat, oda is el szoktam küldözgetni. Ajánlani talán már nem nagyon kell, bár nem árt egyfajta propaganda, mert hát van, aki most találkozik először egy könyvvel mondjuk. Az író azt mondja, az emberek iránti érdeklődése, kíváncsisága elengedhetetlen tényezője munkásságának. Oda megyek az emberekhez, és megismerem őket, amennyire lehet az adott idő alatt. Az embernek évek során kialakul egyfajta kérdezői rutinja, tehát már tudom, hogy mire érdemes rákérdezni, ki az, aki meg fog nyílni, és ki az, aki nem az adott idő alatt, mert nyilván egy újságcikkhez nem áll rendelkezésre több napos beszélgetés, vagy háttérinformáció. Ez kicsit ilyen teljesítményorientált dolog a mai világban már, mert régen, amikor én kezdtem ezt a szakmát, harmad ennyi dolgot kellett leadni egy nap. Most azért sűrűbb az élet, minőségi munkára nem igen van idő, de amikor az ember picit el tud vonulni, akkor minőségi újságcikkeket is tud írni. Ez is nagyon fontos, hogy újságcikkekben és a minőséget törekedjünk, ne csak a könyvekben. Jelt adtak magukról a tolnai férfi futsalosok, akik meggyőződéssel vallják, a nagypályás foci és a futsal bőven megfér egymás mellett. Éppen ezért már nagyon várják a félbeszakított nagy regionális bajnokság folytatását, ami a sportág harmadik vonalának is tekinthető. Egyetlen Tolna megyei, sőt Dél-Dunántúli képviselője is, a tolnai férfi futsalcsapat a sportág harmadik vonalának is nevezhető budapesti nagy regionális bajnokságban. Az önmel tolnai, illetve környékbeli nagypályásokból verbuválódó futsal szimpatizánsok, jelen esetben a kék-feketék, alig várták már, hogy folytatódjon az idény az NB3-nak is nevezhető futsal bajnokságra, amire még néhány napot várni kell. Ám a pénzügyőr ellen elmaradt meccset már a napokban lejátszották, a játék képe alapján is gyorsan kiderülhetett, a tolnaiak lehetnek és vannak is előrébb a táblázaton. Mivel hogy már az első percektől nyomtak, domináltak, sőt letámadtak is, a gólveszélyesnek nevezhető jelenetek inkább a pénzügyőr kapuja előtt zajlódtak. Igaz, a fővárosi fehérek remekül oldották meg egy jó ideig a 6-osuk előtti védekezést. Az utolsó 2 percben azonban kétszer is kapituláltak, remekül védő kapusuknak sem sikerült megakadályozni a tolnai gólokat, ami az utolsó 2 percben esett, ami Szőcs Richard edzőre, csapatvezetőre is felettébb nyugtatólag hatott. Még a mérkőzés előtt azonban a férfi futsal dél-dunántúli Tolna megyei nagyköveti szerepéről is kérdeztük a csapatfőnököt. Most már egy jó ideje így van, hogy itt a kevés megyei csapat, és mondhatnám, hogy dél-dunántúli csapat kis hián mi vagyunk egyedül, és mi próbáljuk képviselni ezt a sportágat, amit mi nagyon szeretünk, és sajnos még mindig csak második számú a futball mellett. Szeretnénk, hogy ez előrébb letölne, és ez mind egy kis család, mi úgy üzemeltetjük. 2-3-an vagyunk benne már régebb óta, és hogyha ez mi nem lennénk, akkor ez már rég nem működne. Meggyőződéssel vallják, a futsal bőven megfér a nagypályás foci mellett, legalábbis Tolnán. Itt nincsen semmiféle ellentét, nem is szeretnénk, sőt, igazándiból nekünk az lenne az ideális, hogy mind a két helyen játszanak, és a nagypályás csapatok is elég fogadják azt, hogy a futsal az egy jó előnevelő dolog, és amit itt megtanulnak, azt tudják kamatoztatni nagypályán is. Szóval egyáltalán nincs ellentét, minden játékosunk játszik nagypályán, egy kivétel nélkül. Egy új arcot fedezhettünk fel ezen az éles meccsen a tolnai csapatban. A klub nem kis örömére a vírushelyzet miatt visszaigazolt az NB1-es Aramisztól a Tolnáról induló Hankovszky Dániel, aki felsőfokú tanulmányokat folytat a fővárosban, és most éppen online itthon tanul. Ez neki a futsal szempontjából így volt a legjobb. Nagyon jó a társaság itt, régen én innen indultam, napi kapcsolatban álltam a többiekkel nagypályán csapattársaim, gyakorlatilag egytől egyig. Úgyhogy ezért is volt az, hogy a kollégiumból, ahogy kikerültem, távoktatás miatt hazakényszerültem,
így ez volt az észszerű döntés, mert feljárkálni az nem túl célszerű. Nekem az első két évem az itt volt, ugye MB2-ben. Nagyon jó kis bajnokság volt, nagyon jó meccseket játszottunk, és úgy gondolom, hogy helyt állt a csapat, azt hiszem az ötödik hely volt a legjobb, úgyhogy csak pozitív emlékeim vannak. Az élvonalbeli Aramisnál is szerepelt Hankovszky nagy erősítésnek számít. Játéktudásban és fejben is, ő azért egy érett játékosnak számít itt a mi köreinkben, még ahhoz képest is csak 21 éves, de azért más az, mikor NB1-es képzést kapsz heti 4-szer futszára, és mellette még nagy pázol, és van heti 7-8 edzésed, úgyhogy más szintet képvisel kicsit. Annyi, hogy látszik rajta, hogy most nem kimaradt a játékból, ugye itt a vírus miatt, meg minden miatt nem edzett, meg kimaradt a mérkőzésekből. Mérkőzés hiánya van, de ezt próbáljuk pótolni, úgyhogy reményem szerint minden rendben lesz. Harmadik helyen áll egyébként a csapat, ha minden klappol, azt mondja a klubvezető, akár a bajnokság is megnyerhető. Itt a nüanszokon múlik ebben a kispályán a dolog. Az előző mérkőzést 2 másodperc alatt vesztettük el szinte, úgyhogy vannak jó csapatok, úgy gondolom, akik egy szinten vagyunk. Akik most előttünk vannak, az a Kelen és az R-Energy csapata. Mind a kettő nagy múlttal rendelkezik, és mind a kettő azért van ebbe az osztályban, mert nincs anyagi hátterük arra, hogy a nagyobb játékosokat finanszírozzák. Ez a megállapítás a tolnaiakra is igaz, az MB2-es feltételek újbóli megteremtése több szempontból is nem kis feladat lenne újra. Tavaly is már cél volt az, hogyha megnyerjük, feljussunk, sajnos a koronavírus közbe jött, és így nem tudtuk végigjátszani a bajnokságot, így gondolom lett volna esélyünk, így harmadik helyen zártunk így a lezárás után, befejeződtek a harcok. Most ott állunk most is a második, harmadik helyen, úgyhogy idén is az a cél, hogy megnyerjük, és akkor fölmenjünk, hogyha lehetőség van rá. Egy lépést már tettek e felé a tolnai férfi futzálosok. 2-0-ás fél idő után még 2 gólt berámolva a mögöttük levő pénzügyőrnek 4-0-al stabilizálták a helyüket a dobogó harmadik fokán a Budapest nagy regionális futzálbajnokságban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!